roham tempomban terjed a kerékpározás a megyében. Akad olyan, aki napi közlekedési eszközként használja, de olyanok is akadnak, akik pihenésre, kikapcsolódásra használják. Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő szerint a Velencei tó és térségének legnagyobb előnye Budapest közelsége. Egyek nagyszerű turisztikai brendet épített fel, hogy Egyek Budapest szőlőskertje. Ennek mintájára kívánják a biciklis turizmust a térség brendjévé tenni. Ezt többek között úgy szeretnék elérni, hogy a fővárosból a Velencei tó érintésével a Balaton felé kerékpárút hálózatot építenek ki. A főváros közelsége más szempontból is lehet előnyös. Így például a kerékpáros turizmust is segítheti, abban az esetben, ha megnyílik a lehetőség rá, hogy mondjuk Budapestről ki lehessen kerekezni erre a térségre. Ennek a felelőse miniszterelnöki biztosként Révész Váriusz, és neki az a feladata, hogy 2018-ra ez megvalósulhasson. Ez a mi térségünket úgy fogja érinteni, hogy Egyekre meg tud érkezni Budapestről a kerékpárút, majd azt követően Tordason, Kajászon keresztül pont ezt a térséget, Pázmándot, illetve Nadapot fogja elérni, és innét halad tovább a Balaton felé. Ugyanakkor rögtön föl is fűzte a már régebb óta építgetett szépségünket, a Balaton környéki kerékpárutat, a Budapest-Balatonra. De ezzel párhuzamosan már az építési munkálatok folynak, hogy legyen egy keresztirányú, nagyon fontos útvonal is, amely Esztergomot, mondjuk a szintén vallási szempontból Péliföld Szent Keresztet, Csabdit, Bicskét, Háromrózsa, Egyek, Gyúró, Tordas, Ráckeresztúr, Martonvásár, Ercsi, tehát hogy egy Duna-Duna kerékpárút is épüljön. Ennek most jelen pillanatban 40 kilométerre már épül, abból 20 kilométer épített kerékpárút, 20 régi, nem oly nagyon használt kerékpárút, tehát nem nagyon forgalmas utakat építettünk át kerékpárúttá, ezt ősz végén át is fogjuk tudni adni. Szóval nagyon sok kerékpárútas fejlesztés van a térségben, amelyhez még hozzá csatlakoznak helyi kezdeményezések, hiszen a területi operatív programban több település maga is pályázott kerékpárútra, így tette ezt Kápolnásnyék, így tette ezt Pázmánd, így például egy Kápolnásnyék Velence és egy Kápolnásnyék Pázmánd kerékpárút is épülhet itt a környéken. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős turizmusnövelés lesz, és nem véletlen az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség feladatai között szerepel, hogy ez a térség lehessen kiemelt turisztikai terület, annak érdekében, hogy ez a jövőben nemzeti forrásból is fejleszthető legyen. A Velencei tó mellett fekvő falunak kulcs szerepe lesz az épülő kerékpáros hálózatban. Itt találkoznak majd össze a megyét átszelő útvonalak. Pázmánd 320 millió forintos pályázati támogatást nyert arra a kerékpáros nyomvonal építésre, ami a falun áthaladó bicikliutat bekapcsolja a Velencei tó körül kiépült kerékpárút hálózatba. Pázmánd elsődleges célja az, hogy itt tartsa a turistákat, azok ne csak átutazzanak a falun, hanem csodálják meg a térség szépségeit, látogatnivalóit is. Szeretnénk olyan egyedi szolgáltatásokat kiépíteni, mellyel mindenképpen és programokat, rendezvényeket csatolni hozzá. Az első éjszakát, hogy elindulnak Budapestről, itt tölthetik a településen a kerékpározó családok és fiatalok. Szeretnénk, hogyha utána még egy éjszakájukat itt töltenék, hiszen ha már eljöttek idáig, akkor innen akár kerékpárral, akár transferrel le tudjuk őket vinni, és le tudnak menni a Velencei tót megismerni, körbetekerni, és szintén én ezért is mindenképpen kiemeltük, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek itten úgy kapcsolódjanak bele a kerékpárútnak a megvalósításába Pázmándon, hogy ők elmondhassák, hogy ők milyen helyre akarnak érkezni, milyen az a pihenőhely, ahol ők meg akarnak szállni, és megpihenni egy kicsit, milyen szolgáltatásokat építsünk ki, és ezeket a tapasztalatokat mi átadtuk a környező polgármestereknek is, illetve összefogva azon dolgozunk, hogy tényleg itt a tó környékén olyan színvonalat, olyan nívós minőséget tudjunk megvalósítani, ami itt fogja egy-két éjszakára a Budapest-Balaton kerékpárúton haladókat, hogy ne csak elmenjenek a település mellett, hanem itt maradjanak, és egy kicsit a szívükbe is zárják a települést.
miért töltsenek itt akár napokat? Mi tényleg szeretnénk a gyermekek királysága lenni. Már sokak szerint az vagyunk, de mi mindig törekszünk, mindig többet és jobbat elérni, és azért töltsék itt, mert a kis manóházaink, tündérlakjaink is most már egy kis füzetecskével fognak bejárhatóvá válni. A játszótereinket úgy készítjük, hogy most már a szülők, az ott vigyázó anyukáknak is legyenek fitnessgépek, az idei fejlesztéseink is erre irányulnak. Az intézményeink, a sportközpontunk is olyan, hogy nagy versenyekre is megfelelő, illetve országos diákolimpia egyes sportágait is fogadjuk, tehát hogy ők más sportási lehetőséget is találják meg itt a településen, illetve hát, hogy a szülők is élvezzék ezt, a szerelemvölgy, ami a hölgyeknek vonzóbb, egy bioborárium, illetve a borkultúra és a szőlészet az, amikor ilyenkor ősszel egy közösségi, családi szürettel, ami sajnos már sokaknak csak az olvasmány maradt meg, és a régi családi emlékekben, hogy ezt is tudjuk nyújtani nekik. Tehát mi évszakfüggően készülünk, az új honlapunk is idei év vége fele fog úgy aktivizálódni, hogy kifejezetten erre fókuszál a turisztikára. Az egész Budapest-Balaton szakasz is úgy készülhessen el, hogy a következő lélegzetel állító kerékpárút az legyen ezeknek a szakembereknek, potenciálisan ez itt Magyarországon, mert szerintem, ha ez ahogy az engedélyes tervdokumentációkat mi látjuk, és benne vagyunk, és mi a mi szakaszunkat súlyozottan, és a többit is figyeljük, hogy hogyan alakul ki, és összefognak a települések, ahogyan mi így ezen szakaszoknak az érintett polgármesterei tesszük, mert úgy érzem, még ez az, ami nálunk hiány, hogy a térségek, a környező települések a közös célért, hogy a turizmusban a zöld turizmust és a kerékpáros turizmust és a szolgáltatásokat fejlesszék, és ne a kerékpárosokat úgymond egy negatív pontnak tekintsék a közlekedési úthálózatokban, hanem igenis azért küzdjenek, hogy minél magasabb színvonalon kiszolgálják őket, és együtt dolgoznak ezért a célért, akkor szerintem ez tényleg lehet egy lélegzetelállító kerékpárút majd. Velence polgármestere szerint a város és a bicikli ezer szálon kapcsolódik össze. Mint mondja, a város 2014 óta törekszik arra, hogy Velence sportközponttá váljon. Kerékpáros turizmus egy fellendülő turisztikai ág, mi pedig szeretnénk ebből alaposan kivenni a részünket, és mindent megteszünk azért, hogy fejlődjenek a kerékpárútjaink, és kerékpárútjaink mellett legyenek más olyan sportolási lehetőségek, hogy az ide érkező kerékpárosokat esetleg arra késztessük, hogy itt maradjanak több napra, nagy Isten egy-egy hétre, hiszen hosszú távon azt hiszem, hogy ez a kifizetődő. Illetve szorosan kapcsolódik ehhez, ugye, hogy Velencére költözik a Testnevelési Egyetem vizitanszéke, és azt gondolom, hogy ez egy újabb olyan találkozási pont, hiszen a rekreációs központ, a vizitanszék, illetve a doppinglabor lesz Velencén. Most elhelyezünk a napokban egy kerékpáros számlálót, az egyik cég fejlesztésének a jóvoltából. Ide csatlakozik szerintem a velencei úszoda elképzelésének terve, és ezek mind-mind olyan sportolási lehetőséget nyújtanak itt Budapest és Székesfehérvár közelségében, amely hiszem, hogy megoldást jelent a régiónak. Igen, tehát ami most az elmúlt nyáron Velencén volt, és azt hiszem, hogy méltán lehetünk rá büszkék, és helytáltunk, ez a Tour de Hongrie, aminek sikerült bekerülnünk a második szakaszának a rajtja nálunk volt, és nagy örömre KPNS nélkül volt egy szakaszhajrá, valamint az U23-as triatlon Európa bajnokság, ahol a nemzetközi televízióknak meg tudtuk mutatni, hogy milyen környezetben élünk. Valamint egyébként pont a holnapi napon indul egy maratoni futóverseny, de ami az igazi, a következő igazi nagy rendezvényünk lesz, az Velence és Sukoró, vagy Sukoró és Velence közös rendezésében egy Masters VB, egy vízi, tehát egy evezős Masters VB. Én remélem, hogy azért közte még lesz a jövő évben is egy Tour de Hongrie.
Egy magyar fejlesztésű ultrahangos technikával ellátott forgalomszámlálót is bemutattak a napokban Velencén. Az eseményen részt vett Révész Máriusz is, aki a következő 2 év kerékpáros turizmust érintő fejlesztéseiről beszélt. Soha nem látott kerékpáros fejlesztések várhatók a következő 2 esztendőben, és ennek része a Budapest-Balaton kerékpárút is, és nagyon reménykedünk abban, hogy ez a kerékpárút 2019 nyarára készen lesz. A sajtótájékoztatón Velence polgármesterétől elhangzott, hogy reménykednek abban, hogy itt Budapesttől Balatonig nagyon sokan fogják használni ezt a kerékpárutat, de ennél még sokkal pozitívabb hírről tudok beszámolni. 2-3 hónappal ezelőtt Brüsszelben elfogadták azt a kezdeményezésünket, hogy ez az útvonal, ez legyen része az Eurovelo 14-es európai kerékpárút hálózatnak. Ez a kerékpárút hálózat, vagy ez a kerékpár útvonal, ez a Bódeni tótól indulna, keresztül szeli Ausztriát, az Őrségnél lépne be Magyarországra, Zalaegerszegen keresztül jutna a Balatonhoz, a Balatont Budapest irányába hagyná el, itt érintené a Velencei tavat, és aztán Eger, Tiszató, Hortobágy útvonalon jutna el Debrecenig, és reményeink szerint majd amikor Románia is csatlakozik hozzá, akkor Székelyföld érintésével egészen a Fekete-tengerig el lehet menni ezen a kerékpárúton. Úgyhogy örömmel jelentettem, hogy ez ennek az európai kerékpár-gerinchálózatnak a része lenne ez az útvonal. Úgyhogy itt nem csak abban lehet bízni, hogy Budapestről kerékpározók itt megállnának és eltöltenének egy-egy éjszakát, hanem bízunk benne, hogy Európa irányából is nagyon sokan fognak ezen kerékpározni, és egy-egy éjszakát itt Székesfehérvár, illetve itt a Velencei tó térségében el fognak tölteni. Körülbelül október közepéig fog elkészülni a kerékpárútnak az összes terve, aztán jön az engedélyezési eljárás, ezt követően lehet költségelni. Az ökölszabály az az, hogy körülbelül 1 kilométer kerékpárút az ma Magyarországon 80 és 100 millió forint közötti összegbe kerül. Ha egy 110 kilométerre számolunk, akkor lehet satszolni, ez a 8-10 milliárd forintos összeget fog a kerékpárútnak ez a része jelenteni. De a következő évben, hogyha összeadunk minden forrást, ami kerékpárút építésre megy, akkor körülbelül egy ilyen 20 milliárd forint környéki összeget fordít a kormány hazai forrásból, illetve uniós forrásból a kerékpárutak fejlesztésére. Az én feladatom az az, hogy növeljük meg Magyarországon az aktívan mozgó, aktívan kikapcsolódó emberek számát, ugye ezért építünk turistaházakat, vizitúra megálló helyeket, és ezért építünk kerékpárutakat is. Nekem az a feladatom még, hogy ezeket hálózatba szervezzük, és bízhatunk abban, hogy ezeket a munkákat elvégezzük, akkor egy magasabb életminőséget nyújt országá válik Magyarország, ahol reménykedünk abban, hogy az eddigieknél több ember fogja aktívan tölteni a szabadidejét, egészségesebben, vékonyabban és jobb közérzettel fog ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően élni. Révész Máriusz hozzátette, már az előző uniós ciklusban is Magyarország fordította a legnagyobb arányban bicikliút fejlesztésre a felhasználható pénzeket. Bízik abban, hogy ez a jövőben is így lesz, és mint fogalmazott, soha nem látott mértékű kerékpáros turizmust érintő fejlesztések valósulnak meg Magyarországon.